Halló, sziasztok! Hát szép jó estét mindenkinek, üdvözlök mindenkit ezen a csodálatos, milyen nap van ma? Kedd esti streamen, hát sziasztok, szia Diamond Dave, szia Gruti, és üdvözlök minden lörkölőt, meg VOD nézőt, meg mindenkit, aki csak ide tévedt, meg azt is, aki nem tévedt ide, meg azt is, aki sose járt itt, meg mindenkit üdvözlök, sziasztok! Na mi újság veletek? Hogy indult a hét? Meg dolgok. Képzeljétek el, nekem már ilyen, azt se tudom. Szia SMS! Nekem már ilyen, azt se tudom, hol áll a fejeim. Fejeim? Napjaim. Azt se tudom, hol áll a fejem, napjaim vannak. Na mindegy, értit. Na mindegy, hagyjuk. Inkább kaptok képet, jó? Sziasztok! Hello. Na, szóval, igen, hát a gyerkőcnek ugye indul a suli a héten, úgyhogy tegnap volt ilyen családlátogatás, itt volt az osztályfőnök, beszélgettünk, megnézte, hol lakunk, megnézte, hogy a felszerelések rendben vannak-e, készültünk-e az iskolára, stb. Aztán ma meg még azokat a felszereléseket szépen rendbe raktuk, minden ceruzára egyesével föl kellett írni a kis monogramját, meg a füzetekre a nevét, meg bekötögetni, meg stb. Úgyhogy... Szia, FNAF, hello, hogy vagytok? Minden a legnagyobb rendben, csak nagy a pörgés. Az mondjuk nem baj feltétlen. De néha azért már kezdek kicsit fáradni benne. És akkor mindezek mellett még ugye intéztem a kocsinak a dolgait, hogy le legyen cserélve. Arról majd mindjárt egy kicsit mesélek, csak egy kicsit majd később. Meg hát a munka. A munka az mindig megy folyamatosan. Nekem még sehogy nem indult a hét, majd holnap. Akkor megyek a gólya napra, megismerni az új osztályom. Váó! Na szó ismétlés, látszik, hogy este van, nem baj, kijavítottam, ahogy olvastam föl, nem tudom, észrevetted, de kiszűrtem bele belőle a fölösleges szavakat, vagy legalábbis megpróbáltam. Na, hát egy ilyen gólya nap az elég jó tud lenni, hogy kell majd mindenféle ilyen feladatokat csinálni, hogy meg kell innie mindenféle hányás ízű koktélokat, fogkrémből, meg ketchupból, meg satöbbiből, vagy annyira nem lesz gólya nap, hanem csak ilyen egyszerű, bementek, szia, én vagyok a Bélai, meg a Józsi, meg ilyenek. Mondjatok egy számot 1 és 73 között, de nem lehet a 69, de van ott más szám. Várjál, van más szám közötte? Tizenhét. Nekem egy táborom volt, amúgy az is jó. Remélem nem, inkább csak ilyen ismerkedési jelleggel utána meg megyünk strandolni. A strandolás az jól hangzik, mondjuk. Az egész jól hangzik. És szia Peti, szia Ordas, szia FNAF, nem tudom kinek nem köszöntem még egyszer üdvözlök mindenkit, hellóztok. Na, és elárulod nekünk, hogy mihez kellett a szám? Vagy ez örök rejtély marad, és csak mondtunk egy számot, és lehet, hogy ez fogja meghatározni valami atomrakéta indító kódját, amit most raksz össze Twitch-en összeszedett számokból. Nyár utolsó napján tök jó lesz még egyre strandolni, az bármikor jó. Még télen is, ha van olyan strand, ahol meleg a víz. Vagy olyan helyre mész, ahol meleg van. Ja. Filmnézéshez kell? Ó, ilyen Netflixen beírsz valami random kódot, és akkor az alapján választasz egy kategóriát? Cseles. És a 1756-ból milyen filmet hoztál ki? 17-et mondtam? Azt mondtam. Na mindegy. Ja, szóval igen, gyerkőc az össze van készítve teljesen az iskolára. Én meg elmentem ma autót cserélni. Képzeljétek el, elmentem autót cserélni, megbeszéltem a csókával, hogy így telefonon, hogy ő meg ugye beszámít autókat, és hogy akkor a kis mercimet.
Hello, medve kél, hogy itt jeg? Hát, ezt hallgass meg. Szóval megbeszéltem a csókával, hogy akkor én viszem a kis mercimet, én még ráfizetek, és akkor elhozom a lencsét, amit találtam nála. És hát spoiler, nem lett belőle autócsere. Annyira nem lett belőle autócsere, hogy így... Hú... Na most megmutatom nektek. Das ist Auto, amit kinéztem. Ez egy Lanza Libra 2.4 JTD DSL. Nagyon szép autó, így a képek alapján. Egyedi, nem népautó, stb. Szép a fényezése, úgy egy-két horzsoláson kívül rendben van. Úgyhogy így ezeket a képeket megnéztem. Mondtam neki, hogy hát mit akarsz, ez rendben van. Mondom, akkor ráfizetek, aztán elhozom. Oda mentem, a csávó, az még szia Clara, hello, hello, not bad, ugye? Képek alapján teljesen not bad. És akkor a csávó az mondta, hogy mindjárt ott lesz. Vártam rá egy 5-10 percet. Aztán így láttam a távolba, hogy már ott jön a kocsival. Hallom, hogy elrúgja neki, meghallottam a koppány kipufogó hangot, de aztán nem a sportos jó hangot, hanem a szétrohadt kipufogó kibelezve hangot. Így kihúzatja, megáll, letekeri az ablakot, és így kívült belőle a szinkronizált olasz kiejtésével, hogy jó megy, mi? Itt kezdődtek a gondok, majd betolatott mellém a parkolóba, és akkor látom, hogy a hátulja innentől hátrafelé telibe össze van gyűrve. Csak hát ez mindegyik fotó úgy van fotózva, hogy egyiken se látszódik az az oldala a hátuljának. Vagy hát, hogy ezen, hogyha itt nagyon-nagyon ráközelítek, akkor ott fura valami, hogy nem egyenes a vonal, de ezt én így innen nem vettem észre. Konkrétan nem volt hátulja az autónak, így oldalról, ott így belementek, nem cserélték ki, szétrohadt, az alatta lévő lemez is szétrohadt, és az a totálisan az a sarka, az így hello. A másik oldal az szép volt, bár itt is úgy fotózta, nagyon ügyesen, hogy ott nem látszódik, hogy ott konkrétan ki van lyukadva már így oldalról az a lemez, úgyhogy itt be lehet látni az autó belsejébe. A képeken az se látszik, hogy a szinkronizált olasz család, aki használta, az nem tudom, hogy milyen körülmények között használta, de hogy ezek a vajbőr ülések, ezek erre hasonlított. Az egész kocsi így nézett ki, ilyen fekete hányás színű volt körülbelül mindene. Itt is látszódnak, ha így rázumolok, így látszódnak a foltok az ülésen. Magyarul megpróbáltak átcseszni téged? De nagyon, igen. És akkor itt néztem ezen a képen előre, hogy onnan hiányzik egy gomb. Na mondom, na bum, annyi baj legyen, oda majd kell venni egy gombot, de az nem látszódik ezen a képen, hogy itt a kormány alatt semmilyen burkolat nincsen, mert az ki van takarva jelenleg, hanem csak így lógnak lefele a kábelek, mintha most lopta volna a telep túlvégéből. Jaj, nem látjátok pont a gombot, innen a gomb. Nem tudok jobban rázumolni, onnan hiányzik egy gomb a kormányról, de az még a legkisebb baj lett volna. De hogyha így belezoomolgatva megnézem, akkor itt is látszik, hogy ez a műanyag elem, ami egyszínű szürke kéne legyen, ott azért ezek a foltok azok magukért beszélnek. Na és az egész autó így nézett ki. Kívülről így azt láttam itt a képeken, hogy itt van egy kis horzsolás, ott van egy kis horzsolás, de hogy azt már nem látszódott itt annyira, hogy ez a lökhárító ezt a, nem tudom, valami két gyorskötőző tartotta fönn a helyén szerintem. Úgyhogy úgy mentünk oda, az előzetesen megbeszélt dolgok alapján, hogy mondta, hogy akkor az én kocsimnak is vannak hibái, úgyhogy oda megyünk, én kifizetek neki 80 000 forintot, és akkor úgy el tudjuk cserélni az autót.
Ehhez képest, amikor ott elkezdtem hívogatni a lakatost, a szerelőt, a ilyen autós ismerettségeimet, és akkor közölték, hogy csak a karosszéria javítások olyan körülbelül 200 ezer forint lenne, és akkor még nem nyújtunk a többi dologhoz, ami még van baja a kocsinak. Akkor ezt így közöltem vele, hogy ez így egy kicsit átverés szagú, ráadásul mondta, előtte megkérdeztem direkt telefonba, klíma működik? Mondja a csávó, hogy persze, persze működik, és akkor oda megyünk, hát ilyen épp, hogy langyos levegőt fúj, és akkor mondom, de hát ez nem működik, hát csak föl kéne tölteni. Hát mondom, akkor nem működik. Hát mondom, a klíma az úgy néz ki, hogyha bekapcsolod, és hideget fúj, akkor működik. Ha nem fúj hideget, akkor nem működik. Nincs az, hogy működik, csak fel kell tölteni. Nem, nem, nem. Ez nem, mint hogyha odaadnak egy autót motor nélkül, és akkor csak motor kell bele, de megy. Körülbelül. Úgyhogy, jaj, amúgy rendszámot lehet nem kéne mutogatnom, de mindegy, fönn van használt autón, úgyhogy igazából bárki látja. Jelenlegi autó itt szerintem többet ér, mint ez az autó? Igen. Igen, esem, és ezt nagyon jól látod. Úgyhogy mondtam neki, hogy hát elnézést, de hogy ezeket, hogyha tudtam volna, akkor ide se jövök. És akkor mondta, hogy de hát küldött képeket, vagy vannak fönt képek, és akkor megmutogattam neki a képeket a telefonon, hogy nézd, mondom, mutasd meg ezeket a hibákat, amiket most itt felsoroltam, azokon a képeken, és így lapozgattam közben a képeket. Mutasd meg bármelyik hibát azokon a képeken, amit feltettél, mert hogy csak a lényeget nem fotóztad le. Mert én is átküldtem az én autómról a képet, hogy tudja, hogy ő mit szeretne megvenni ehelyett, és én ott külön kifotóztam neki a rozsdafoltokat, hogy itt van egy rozsdafolt, itt folyik az olaj, itt kopott a kárpit az ilyen ülésen, stb. Végig fotóztam neki a hibáit az autónak, mert most ha beírja valaki Google-be, hogy Mercedes C-osztály 1996, akkor szép autóról ott is talál képet. A hibái a lényeg egy használt autónak mindig, nem az, hogy mennyire szép, mert az, hogyha nincs hibája, akkor szép értelemszerűen. Na mindegy, úgyhogy mondtam neki, hogy figyelj, tesa, ez így nem fog összejönni, mondom, én erre ennyit nem fogok rákölteni, és akkor onnan kiindulva, hogy én fizetek neki 80 ezer forintot, erre egy kapásból rávágta, és hogyha egy az egybe cserélnénk, mondtam neki, hogy köszönöm, nem. És ha ráfizetek, és így mondom, ember, mondom, itt mondtad az előbb, ja, mert előtte meg ott izélt, hogy annyian hívnak, megállás nélkül hívogatni a telefonon, már elegem van ebből az autóból, nagyon sok rá az érdeklődő. És akkor, de hogy még most jelen pillanatban mondom, te akarsz ráfizetni, azt mondtad, annyian hívnak, mondom, majd jönni fog rá vevő, ne aggódjál, hogyha ennyien hívogatnak, akkor megtalálod rá vevőt, csak mondom, jobban jársz, hogyha ezt így segítségképpen mondom neked még ingyen, hogy ott rakjál már föl a hibákról képet, hogy össze van törve a hátulja, meg stb. Ja. Véget ért a zene. Mi a fene? Tekerjük vissza az elejére, ez jó volt. Ja. Szóval ez volt a nagy kocsis sztori ma, aztán utána elkezdtem nézegetni, de úgy jelenleg semmit nem találtam, ami úgy felkeltette az érdeklődésemet. Szia uram, használt vezeték érdekel? Hát körülbelül. Körülbelül ez a kategória volt. Ja. De mindegy. Jobban jártam így, hogy nem hoztam el. Sokkal jobban jártam így. Na, majd lehet, hogy azért tartanunk kell egy ilyen használtautó.hu kocsikeresős streamet, és akkor nézegetjük végig az autókat, meg küldtök ti is olyat, amit... Na, ezt vedd meg. Megadom a paramétereket, hogy ilyen kocsit szeretnénk nagyjából. Plusz, valami kis plusz legyen hozzá, mert én olyan átlag autóba, nem tudom, nincsenek nagy igényeim, mert látjátok, most is egy 1000 éves szívódízzel, vacakkal mászkálok, előtte is egy 1000 éves Alfával, meg egy lekottott Opellal, meg ilyenekkel mászkáltam. Nekem egy a lényeg a kocsikban, legyen benne valami kis plusz, ami ugye a többi kocsihoz képest egy picit más, hogy ez legalább hátsó kerekes. Az, amit néztem, az legalább 5 hengeres, annak szép a hangja. Az előzőnek az a gyönyörű bőrbelseje volt, fakormánnyal, meg mindenféle szépségekkel, meg nem láttál belőle még egyet az utcán körülbelül, hogy valami
kis pici plusz legyen benne, amit miatt úgy tudok hozzá kötődni, mert ha nem kötődök hozzá, akkor fú, akkor még ennyire se vigyázok rá. Ja. Na, úgyhogy nagyjából ennyit az autókról. Mit szóltak, hogyha átérünk a subnautikára? Pereghet? Inkább játszunk, látod? SMS, kitaláltam a gondolataidat. Rendesen kitaláltam. Az leáll, ez elindul. Úgy, mi a fene ez itt az alsó sarokba? Úgy, né, és... Vagy én a tiéd? Az is lehet. Az is. Szia, Span Ultra! Hello, hello! Itt egy ismerősöm bevásárlása egy Renault Espace-szel. Működik ez, csak most nincs kedve elindulni. Igen, igen. Ja, csak ez nem kedv kérdése, hanem vagy működik, vagy nem. Kapcsolok ventilátort. Az Unikum autóhoz van szerelőd? Ú, Ordas, ezt most hogy érted? Hogy érted, hogy Unikum autó? Mármint, hogy az ilyen kis egyedi, idézőjelben egyedi, különleges autó? Ja, ritka típus? Hát figyelj, azt is ugyanúgy kell szerelni, mint bármi mást. Most annyira nem ritka, hogy ilyen amerikai belpiacos Európában két darab van belőle, hanem csak mit tudom én, mint egy régebbi Alfa, mármint hogy ilyen 90-es évekbeli Alfa. Az annyira nem ritka, hogy ne lehessen szerelni, sőt, néha még jobban lehet szerelni, mint egy német akármi. No, Subnautica. Ott tartottunk legutóbb, hogy mondtam, hogy... Innen előről, innen kezdjük a dolgot inkább. Innen eltüntettem a tárolókat, hát ezek el is tűntek, kérem szépen. És itt kettő darab tárolót hagytam összesen a bejárat mellett. Ezeknek is megvan a céljuk. Az egyik egy ellátmány feliratú tároló, amiben csak étel és ital van. Hogyha SOS kéne, vagy megyünk utazni, akkor itt megtaláljuk a tartós élelmiszert és a tartós italokat. A másik egy előkészítő nevezetű tároló, amibe, hogyha vinnünk kell sok cuccot valahova, akkor, mint ahogy a legutóbbi részben csináltuk, amikor plusz bázist építettünk lent a mélybe, akkor ebbe a tárolóba össze tudjuk szedegetni a dolgainkat. Na, azt mondja. A másik tároló részlegnél rendet raktál, így van, a másik tároló részlegnél annyi készült, hogy raktam ide még egy fabrikátort, hogyha sok dolgot kraftolunk, ami hosszabb időt venne igénybe, akkor lehet pörgetni mind a kettőt egyszerre. Illetve a túloldalra csináltam ledobálós ládákat, vagy tárolókat a falra, ami amikor itt stream közben visszajövünk, és hozunk alapanyagot, és nem akarom elpakolni, mert haladnék a sztorival, vagy akármi, akkor csak ide beszóljuk, és akkor utána ezt majd el kell rendezni. Itt a szépen feliratozott, rendezett raktárba. Aminek a közepére raktam egy ilyen, vagy hát ide erre a felére raktam egy visszanyerőt, mert például a titánból már annyi volt össze-vissza itt a ládákba, hogy bekraftoltam őket titánrúddá, és akkor ezt majd vissza tudjuk alakítani, hogyha sima titán kellene. Úgyhogy titánból most egész tűrhetően állunk, azt kell mondjam, ilyen egész tűrhetően. És akkor ezzel szépen vissza tudjuk szedni. Na most el kellett nekem szaladjak itt a környéken kvarcot és rezet keresni egy kicsit, hogy a tárolókat meg tudjam építeni. Most hát, hogy a kvarc a tárolókhoz, a rész pedig a fölötte lévő táblákhoz volt szükséges, amiknek az elhelyezése nem feltétlen lett mindenhol pont ugyanolyan, de működésüket ellátják így is. Szóval szaladjunk is végig rajta. Van egy titános ládánk, amit láttatok. Jó, meg van tömve. Van egy félkész nevű ládánk, amiben most ugye egy kábelkészlet van, de itt lehetne részdróttól kezdve fejlett kábelkészleten át, nem tudok beszélni. Szóval bármi, ami már át van kraftolva és többféle alapanyagból áll, azt ide be tudom dobálni, és akkor itt tökéletesen el van.
A túloldalán egy energia nevű láda van, itt vannak az ionkocka, reaktorrúd, elem, energiacella, stb. Ezeket ide szépen beszórtam. Van egy eszköz per dekorládánk, ide a nem használt eszközöket, például az ásványdetektort, meg ezt a kvantumtárolót, azt még egyelőre nem tudtuk hol használni, de van, úgyhogy azt beraktam ide. Illetve az összes ilyen posztert, meg képet, meg borotva készített, meg ilyen dolgokat azt bepakoltam, majd ha szépítgetünk, akkor ide be tudunk nyúlni érte. Ha tovább jövünk, akkor itt van egy növénytároló, amiből mondjuk ezeken a virágzó spórákon kívül, na erre jó ránézni, miért nem fogadta el SMS ezt az üzenetedet? Nem értem. Szóval a virágzó spórán kívül az összes többi az van fönt a tetőn lévő ültetvényen, de hoztam be, hogy itt is legyen, ne kelljen kimászkálni. Van még egy növényes tárolónk, ami hát van benne egy tengeri majom tojás, azt nem tudom, azt lehet, hogy átrakom mondjuk inkább a dekorba, majd meglátjuk. Szóval itt is van zselini. Szia, Birdie. Köszönöm szépen az 500-ast. Mehetnek az emóták, hogy befostam. Nyugodtan. Spameljétek szét. Már aki száll be, és tudja, ugye? Mert animátot nem tudtak kiváltani. Hiányoztam? Nagyon. Mi tényleg nagyon szépen köszönöm az 500-ast még egyszer, meg a sikítozást. Jaj, pillanat mindjárt. Egy kicsit felszaladt a pulzusom, de ennyi baj legyen, ennyi baj legyen. Ott tartottam, hogy van még egy növényes tárolónk, akkor is befejezem gyorsan ezt a kis raktáros részleget. De van még egy növényes tárolónk, itt vannak az ilyen szőlőből készült rosthálló, szilikon, gumi, kenőanyag, a zselénövény, csokrosinda, táblakora, minta, ezek igazából amik itt vannak a tetőn, meg amiket gyűjtögettünk, azokat ide beraktam. Van egy arany ezüst, van egy nikkelnek egy külön tároló, van ólom, ugye kvarc, abból is van valamennyi, lítium, magnetit, van egy külön résztároló, kristály, hát én itt ide raktam a sólerakódást, a ként, az uránusz érc, vagy mi, uránszurok érc kristályt és a kianitót. Ez így, ezt tudtam így összecsoportosítani, mert ezekből relatív kevés van, úgyhogy itt ezek elférnek. Van egy külön gyémánt és egy külön rubint tárolunk, és akkor ezzel körbe is értünk, és hát így nézünk most ki. Ja, meg raktam be ablakokat, igen, hogy erre is, meg erre is legyen egy kis ablakunk, és akkor tudunk innen nézelődni, de máshoz elméletileg nem nyúltam. Szia, Reed! Hello, egy jó kis hidratálás? Menjen. Na, úgyhogy ezen kívül a bázissal nagyon nem foglalkotoskodtam, itt ez a terem ez még mindig üres. Annyi, hogy innen ide raktuk le, azt hiszem, hogy ide raktuk le ezt a visszanyerőt, azt átraktam oda. Ott egy fokkal logikusabb a használata. A bioreaktor az szépen üzemel, vannak itt terméseink. Ezekkel nagyjából amúgy végtelenségig jól tudok lakni. Csak lehetnének mondjuk ebben a szobában, és úgy, hogy körbe lehessen őket járni egy kicsit jobban. A guni szövet nem a fél kézbe? Nem, mert az csak a szőlőnek önmagában az átalakított formája, annak a szőlőnek, vagy hínárnak. Az átalakított formája a rostháló, a szilikongumi és a kenőanyag, mert ahhoz más alapanyag nem kell. Szóval ahhoz, mondjuk ennyi erővel a kábelkészlet is mehetne a ezüstös
ládába, de mindegy, mindegy, mindegy. Azon bonyolultabbnak tűnik a képe alapján. Na. És akkor annyi, hogy miközben ezt csináltam, közben szólt nekem Ellen, hogy mondana még egy ilyen erekje koordinátát, ami pedig a, szerintem ez a Nándor 6 Miklós jelű. Úgyhogy oda majd el kellene menni, illetve van még a Z13-as Ellen koordináta, aminél nem voltunk, illetve aki Subnautikába kicsit profibb, és már játszott ezzel a játékkal. A jelzés pilóta utolsó ismert pozíciónál, nekem még mindig itt van ez a kis pluszocska. Miért? Ott még mindig nem találtam meg azt, amit kellett volna, mert ott már aztán mindent körbejártunk. Majd még lesz ott dolgom. Szia Sanci! Hello, hello. Az csak ikon? Aha, gondolom. Jó, de akkor az most per pillanat nem kell nekünk. Akkor most három helyre tudunk tovább indulni. Van ez a két erekje. Illetve a jéghegy csúcsán meg tudnánk keresni a nényének a kis oduját. Állítólag van neki valami kis odúja, amit meg kellene keresni. No. Ja, meg hát még egy dolgot csináltam. Azt mondta, találkozzatok ott. Így van. A legutóbbi stream végén ezzel fejeztük be, hogy megcsináltuk azt az adótorony akármit, és akkor felhívott minket a Margit. És azt mondta, hogy megkizelőítőleg 1 kilométerre vagyok a jelenlegi helyzetétől, egy jéghegy tetején. Van egy ajándékom számára. És akkor oda el kellene néznünk. Igen, igen, azt még megcsináltuk. Azt még megcsináltuk az előző streamre, ami jó hosszúra sikerült. Hát igen, kaptam 1:30-kor egy mókás rédet. Kaptam egy mókás rédet, és amikor pont lőttem volna le a streamet, és hát most értitek, ilyen 100-120 nézővel nem fogom lelőni a streamet, akkor már menjen, amíg bírom. Ja, igen, úgyhogy szerintem is a Margittal kellene kezdenünk. És akkor megmutatom nektek még a meglepetést, amit készítettem. Tadám! Le lett festve a kamion zöldre, mint az előző részben a csikóhal, csak most próbáltam egy fokkal szebb zöldet kiválasztani neki. Nevet nem kapott? Nem, kamion. Tengeri kamion. Nekem tetszik ez. Nevezzük is át, de most mire nevezzem át? Scaniára? Lehetne Shellő? Jó, a Scania is tetszik? Jó, akkor legyen Scania. Vizibusz. Nem, ez most már Scania lesz. Ez így megtetszett, hogy elsőre kimondtam. Olyan lassan száll ki belőle. Kész. Csatlakoztattam a raktárat hozzá. Mármint ezt a tároló modult. Ezt itt. Azt is ráfestette zöldre. Hát igazából ez most tűnt fel nekem, hogy átfestette zöldre. Előtte még nem vettem észre. Illetve ugyanerre a színezetre lefestettem a lépegetőnket is. Csak hogy így megtartsuk a stílót. Ezt a zöldes stílót. Eredetileg össze-vissza színűt akartam, hogy minden modul más színű, de a kecseg átszínezte. Hát igen. No, és akkor el kellene menni nekünk az 1 kilométerre lévő Margitos cucchoz. Na most ezzel a probléma az, hogy nem tudjuk, hogy melyik irányba 1 kilométer, mert azt már nem mondta meg a nénye. Ezt kell kitalálnunk. A tervem a következő. Oda megyünk a dokkolóán.
Tehát írja, nem? De nem írja. Megközelítőleg 1 kilométerre vagyok a jelenlegi helyzetétől egy jéghegy tetején. Van egy ajándékom számára. Ennyi. Nem írja az irányt. Nem, nem, úgyhogy nekünk körbe kellene néznünk. Én arra gondoltam, hogy ha nem lesz ilyen hóvihar, annak örülnék. Kimegyünk a dokkoló állomáson a fenti részre, onnan nagyjából jó a kilátás. És onnan szépen körbenézünk, hogy merre lehetne. És én a jéghegyen, ugye azt vaciláltuk itt az előző stream végén, hogy a jéghegy az ugye nem a parton lesz, hanem az inkább, itt lehet, hogy benne is maradok addig a vízben egy picit még. És nézzük itt a térképet, nem az M betűvel van, hanem itt van a kutatás térkép, igen. Szóval, hogy mi valahol itt lakunk, ahol össze van gyűrődve a papír. Körülbelül. Nem pontosan, de hogy körülbelül itt lakunk, ahol össze van gyűrődve a papír, mert hogyha innen elnézek a bázis felé, az északra van tőlünk, úgyhogy most mi itt vagyunk, és innen északra lakunk egy olyan durván 400 méterre. Úgyhogy ha ez 400 méter, akkor én azt tippelném, hogy az 1 kilométer az csak ezek a szigetek lennének itt az Omega bázis környékén. Igazából el is nézhetnénk arra, mert akkor elindulunk telibe keleti irányba. És akkor szépen ott megnézzük, hogy mi van. Igen, mert azt néztem, hogy ezek túl közel vannak, mert ezek ilyen 400 méteres jégizék. Ezt jéghegynek nem hívhatja, mert az inkább havas, rendes hegy, nem jégből van. Néha meglepően okos vagy, de hogy vagyok én okos, csak kitartó maximum. Úgyhogy utazunk. Utazunk a... Majd néha visszafordulunk, és amikor 1 kilométerre vagyunk, kb. Ott leszünk. Vagy amikor neki megyünk egy szigetnek. Érted? Viszettem meló közben egy dupla láda redstone-t, az a legjobb munka, ami közben ilyet meg lehet tenni. Na, az kitartás. 400 méter. Az egy nagy hal volt. Az bizony egy nagy hal volt. Mint ezek a... Nem ilyen kicsik voltak. Az nem tudom milyen valami leviatán volt, de... De hinnye. Jaj, nem ezt a gombot akartam. Ne. Na jó, álljunk meg itt. Itt vannak fura hangok. Voltam én már ilyen részen egyáltalán? Abba se vagyok biztos. Az mi a tököm az a lény? Nem feltétlen tűnik barátságosnak. Mindjárt szemügyre veszük egy picit közelebbről. Annyit fogok tenni, hogy itt most kimegyek. És rájavítok erre, mielőtt itt valami szétszedi. Te mi vagy? Barátságos vagy? Barátságos. Nagyon jó. Hello. Te jó fejnek tűnsz. Léci, hagyjál békibe. Igen. És akkor... hát most itt... Itt kellene egy jéghegy tetején megtalálni. Szerintem az lesz ott fönt. Az ott olyan furán fénylik. Annak a tetejére csak nem ment föl.
Ja, az ott lehet, akár. És innen... A dokkoló áll... De innen még csak 600, 700 méterre van. Bár nem, mert amikor ott följebb voltunk, ha visszamegyek a térképre, hogy nem innen mértük, hanem bár az meg... Számít? Az lehet, hogy még egy kicsit távolabb lenne. Igen, ez még nem egy kilométer. Még ha a Pitagorász tételt bevette... Ez a fénybán, ez annyira ijesztő tud lenni. Jön a nagy szájával, és azt mondja, hogy... Nyugat, délnyugat, észak, észak-kelet, kelet. Menjünk még egy picit keletre tovább. Megközelítőleg 700 méter, igen, az nem egy kilométer. Cukik ezek a bálnák nagy szájukkal, tátonganak balra jobbra. Mulan and nearby iceberg detected. A hollow chamber typically formed by glacial melt. Mi érzékelő? Mit mondott egy... Egy üres kamra érzékelhető a közeljékeny, mely rendszerint jégolvadás képez. Na innen vagyunk most. Hát ez már bőven egy kilométer, akkor ez lesz az. Ennek a tetejére kell fölmenni. Vagy annak a tetejére. Ott van valami. Ott rendesen van valami. Meghalt Gorbacsov. Nem az a gomb! A shiftet ezt sose fogom megszokni. No, van nálunk elég pisi, ugye? Aha. Jó, tápanyagrútból még hozhattam volna, de... Annyi baj legyen. És akkor itt most meg kéne találni, hogy hogy jutunk fel. Anélkül, hogy megfagynánk léptennyomon. Lehet, hogy egy mentés is beleférne akár. Kellene itt valami olyan részt találni, ami feljárós. Mondjuk vannak ilyen hővirág, palánta, izék. Kicsit átmelegszünk. Aha, itt például van egy barlang. Az már valami. Ne, cuki! Jó, szóval melegedés. És melegedés után... Futás! Előre látom, hogy itt úgy meg fogunk fagyni, mint a shit. This site is one of some significance. Its data will assist us on our quest. Nem vagyok benne biztos, hogy jó helyre jöttem föl. Bár van itt valami. Hát... Szerintem rossz hegycsúcsra jöttem. Úgy érzem, és itt fogok megfagyni, mert itt semmi hőforrás nincsen. Ha csak... Ott se látom. Ott sem, mondjuk azt meg lehet nézni, mert lehet, hogy ilyen messziről nem tölti be. Jó. Gyorsan megoldottam. Le is ugorhatsz a vízbe? Igen, igen. Az volt a tervem. Hogy ezt a vízbeugrás dolgot, ezt választom így a végén.
De legalább leszkeneltünk egy építész leletet. Na nézzük meg ezt a sziklát, mert ez is... Hát mondjuk ez már 1200 méterre van, bár lehet, hogy a maga a szigeten belül egy 100 métert még el bóklászok, vagy 150-et, és akkor már... Bár amúgy az a sziget, az meg még olyan nap, ne, vagy jéghegy. Az még olyan napnak tűnik, mint ami lényeges. Vannak dolgok rajta. Csontvázak, meg stb. Már ha látnék valamit... Itt ha leugrok... Hú, nem merek leugrani, hát az azért lábamat nem látom. Ez így nehézkes lesz. Ott víz van, az biztos. Sziasztok, pingvinek, vagy mik? Igen, igen, ez lesz az, szerintem. Jó, valószínű ez lesz az. Itt vannak ládák, van jelzőfény, stb. Viszont 300 méterre van a Scania, észak-nyugati irányba, úgyhogy azt villámgyorsan ide hozzuk ehhez a szigethez. Vagy jéghegyről. Nem is tudom, minek nevezzem ezt szigetnek igazából. Ez igazából nem sziget, mert lebeg. Úgyhogy ez csak egy jéghegy. Mondjuk az is a neve. És amúgy képzeljétek el, hogy ez az úszás közben töltő uszony, ez valami zseniális cucc. Annyira jó, hogy folyamatosan, konkrétan még ezt a kis elemes siklót is 100%-on tartja, és nem merül le. Úgyhogy ha van egy 1%-os elemed, akár, akkor onnantól már tudod használni elemes siklót, és visszatölti. Úgyhogy nagyon jó. Hasznos kis kütyű, igen. Nekem az elején picit fura volt ez a kis apró hang, amit így... Tudjátok, mint amikor egy ilyen kis elektromotort kézzel így forgatgatsz balra-jobbra. Subnautica mending? De tényleg. Szóval, mint amikor egy kis elektromos motort forgatgatsz kézzel, hát körülbelül olyan hangja volt. De hozzá lehet szokni. Már annyira nem zavaró. Igen, szeretnék ide kimászni. Mondom, szeretnék. Kimászni oda. Úgy. Na, megint egy mentés, mielőtt itt megfagyunk. Játék. Jó, játék mentett. Na, nézzünk körbe először a parton. Hát itt van doboz, doboz, nincs benne semmi. Ott el lehet menni arra, de hát ha miért ne a barlang felé mennénk? Hát azért van itt ez a barlang, hogy... Erős paprika! Testhőmérsékletet növel. Hú. Azt is ad ide? Úgy. Ebből abban a pillanatban rakunk el szépen a kis vízibuszunkba. Amivel egy hangyányit át is állok ide oldalra, mert ugye itt lehet normálisan bejárkálni. Csak ennyit. Nem fogok megfagyni, igen, meg ebből pakolunk is le. Mert ezt gondolom én, hogy el lehet ültetni otthon, úgyhogy mindenképpen. Azt nem tudom, hogy így magot kell belőle. Nem, akkor valószínűleg ezt kell majd elültetni. Igen. Jó, vannak itt is ládák. Itt is ládák, de nincs benne semmi.
Viszont itt belül, itt gyönyörűen föl lehet mászkálni. Van még itt paprika, úgyhogy akár már most jól lakhatunk belőle. Csodálatos. Csak hogy ne éhezve másztunk már föl egy ilyen havas jég oldalon, hegy oldalon, nevezzük ezt bárminek. No, hát és meg is van a ház, amit kerestünk. Csodálatos kunyhója a nénjének. Van-e itt először körülötte bármi? De úgy nézem, hogy annyira nem kiemelkedő. Na menjünk be, mielőtt megfagyunk. Sam's not the only one in the family who knows, knew, what to do with vague directions and old wire. She was an original, that sister of yours. First time I met her, I was sure she was Altera through and through. Not a crease in her uniform. Sending those damn bird bots to spy everywhere. Then, she surprised me. Maybe a little too much. Meaning? If you really want to know, there's a PDA on the bench that can point you in the right direction. You need anything else? Don't bother me. But you can help yourself to greenhouse. Least I can do to repay you for getting those spying pests off my back. Hoppá, szétszedhetünk mindent. Na, csodálatos. Hát akkor kezdjük is, leszkeneljük Margitot. There's more to Marguerite than any damn fangled gadget can see. Van itt nekünk beltéri veteményesünk. Na, most már megcsinálhatjuk a kertet. Most már elkészülhet a kert. Van itt egy Preston növény, amiből szintén lopnék, de nem engedi annyira. Mikor másodjára játszottam ki a játékot, akkor eljöttem ide küldin kívül lecsalni, leszkenelni az épületet? Az igen. A kis csaló. Na mit tud ez? Étet tölt meg, egy pici vizet, de legalább csak egy helyet foglal. Az is valami. Jó, itt a kis kutyuska. Kínai burgonya, abból már van otthon nekünk. Halikaspót szkennelünk, hát széjjel lopjuk az egészet neki. Van egy PDA-nk. Alright, Marge, old girl. We hate this greenhouse. So here are some pointers to remember, so we never have to do the worst parts again. Too bad you can't fight malnutrition by hunting it down and killing it. So, first thing, insulation. First few nights the soil was rock solid. Ended up having to insulate the damn place with dehydrated kelp. Adding a thermal mass helped too. Heat from barrels of water. Probably should have just eaten the damned kelp. But nope, my body was craving a salad. Wish I was just made of exosuit. Next, grow lights were a must-have. Gotta admit, I felt pretty proud of my first full crop of lettuce. Fed half of it to Preston. That snowstalker will eat practically anything. Always spits half of it out, though. Another thing we have in common. The slobbery green mess makes good compost. Kiváló komposztot tud termeszteni. Na, és ebből rögtön már csak a magot viszem el, mert sokkal egyszerűbb a magokat hordozgatni. Ebből is elviszünk egyet, nem tudom, hogy abból magot kellene evinni. Lehet, hogy úgy kéne, hogy feladja, hogy ott. Jó saláta alapanyag. Wow, akkor ebből ilyet is tudunk szerezni. Belőle tudok mi? Nem, belőle nem veszünk mintát inkább. Volt itt még egy PDA az asztalon, azt nem felejtettem el. I've already synthesized an antidote and stashed it in a cave. I can go grab it and... That's your plan? You don't think it'll work? You're thinking too small.
Like maybe if you're polite enough about destroying the bacteria, Altera will come around and see it your way. But do you believe in yourself or not? I think so. You think so? Come on. Is a bacteria a threat or isn't it? It is. Does it need to be dealt with or not? It does. So who's right on this? I am. Say it like you mean it. I am. I said like you mean it, not like you're testifying before a rigged transgov court. I am. Great. Then what you gotta do is seal off the whole cave. I've got just the stuff. Made it for fishing, but it blew the whole ice shelf halfway to deep space. Vaporized all the fish. Okay. And you gotta hit the lab too, or there's just no point. Actually, uh-huh. Take care of that one. It'll be fun. Most már akkor tudjuk, hogy kirobbantotta föl ezt az Omega bázist itt lent, amit találtunk a múltkor, ahol megtaláltuk az atomreaktort. Mert streamen kívül ugye elolvasgattam ezeket a noteszeket, és ott írták, hogy azt konkrétan... De mit kapirgálodott a földet? Itt van két növény benne rendesen. Te lassan ültesz, mi van a ruhádon? Mi ez a lila? Én is szeretnék lila pédiát. Szabadúszó, mi? Szabadúzó, biztonsági őr. Gondolom szabadúszó akar lenni. Eltűnt korábban halottnak. Hét utolsó életjele, stb. 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 Jó, hát igazából sokat most nem tudtunk meg. Kaptunk valami új pozíciót? Kaptuk a műholdat. Jó, de az Ellenhez tartozik. Ugye növényeket szkeneltünk, az oké. Okay. Erős paprikát, ezt a Preston növényt, meg a márványdinnyét, amit már ugye ismerünk. Technológiából lett ugye a veteményesünk, az egyszer oké. Okay. De most mit mondott nekünk a... Margit. Mert vagy béna vagyok és nem fogtam föl. Mert itt beszéltek ilyen dolgokról. De hogy úgy szerintem most nem kaptunk semmi támpontot, ahova mennünk kellene. Ha jól értettem a dolgot. Úgyhogy... nézzünk körbe még itt ezeken a jéghegyeken. Tessék, becsukom már itt. Szerencsétlen Margitra nyitva hagytam az ajtót, itt fölfázik nekem, megpurcan aztán. Nézzetek ki a fejemből majd. Jó, de akkor ez a sziget, ez ennyi volt. Vagy jég. Hegy. Hagyott vázanövény. Csodálatos. Hógolyó. Vannak itt még szigetek, amikre ki tudunk mászkálni. Azt nem tudom, hogy kell-e nekünk olyat tenni. Hóembert építeni? Hát hogy építsek hóembert? Hát hógolyók vannak itt aztán. Ennyit tudok. Nem tudom, hogy lehet hóembert építeni. Ja. Azt hittem, hogy komolyan lehet úgy mondjuk, hogy így kirakok hármat, és megáll egymás tetején, és akkor hóember. Van-e itt bármi a víz alatt? Vagy itt azon a területen vagyunk, ahol már a víz alatt mi voltunk?
Az például ott mi? Ja, ez a gyümölcs lesz, amit meg lehet enni. Szerintem. Igen, és ez elég sok vizet tölt vissza nekünk. Itt a jéghegyek, vagy a jég... bizgerák azok nőnek, és néha leesnek. Gondolom szépet tud sebezni. Akkor... Most, hogy ezt itt megnéztük, amíg nem kapunk következő támpontot, mert gondolom, hogy majd hívni fog minket, hogy akkor gyere ide, menj oda. Vagy valami. Ja, itt van fölöttünk. Akkor elmehetnénk Ellennek megnézni a dolgát. Csak előtte lepakolunk még ilyen paprikát. Úgy, illetve ezeket a márványdínyéket, meg ezt a másikféle dolgot is, ami nem tudom, hogy mire lesz jó pontosan, de majd... Majd kitaláljuk. Ja, Kristóf, ezer meg egy éve, mi újság veled? Végre vége a nyári pörgéseknek, ment a rengeteg a fotózás, meg munka, meg stb. Na és kérdés, melyikre menjünk, az N6M-re, vagy a Z13-ra? Menjünk az N6M-re, mert az közelebb van, ilyen egyszerű oknál fogva. Meg... Közben van X betű itt már, úgyhogy tudok inni, miközben haladunk szépen előre. Amúgy rendkívül sokat segít ez a térkép a játékban. Meg az is, hogy nem kell nyomnom a előrefele gombot, miközben haladunk. Ez egy elég nagy halnak tűnt. Amúgy. Igen, és itt elég közel vagyunk ahhoz a utolsó ismert pozíció nevű jelöléshez. Legalábbis gondolom abból, hogy... itt van bár még 700 méter, az még ki tudja, hol állunk meg. Ja, Balaton, hát igen, Balatonon ott... Ott mindig van mit csinálni ilyenkor. Hajnalokban értél a sokszor, és munka miatt, vagy szórakozás miatt, vagy a kettőnek a keveréke. Mert hogyha mindig munka miatt értél haza hajnalba, az nem feltétlen a legjobb. Ha volt benne egy pici szórakozás, akkor már aztán... Olyan hangok vannak itt, mintha éppen meg akarnának enni, aztán a környékemen nincsen semmi igazából. Bár attól függetlenül lehet, hogy meg akar enni, csak egy picit arrébb van. És most itt a nagy polip, növény, medúza, akármi alatt kell lemennünk. Itt még nem is voltunk lent, csak annyira, hogy megnéztük, hogy na majd ott lejjebb lehet még menni. És így ennyi volt a dolog. De akkor jó, mert hogyha ezt a medúza akármit akarjuk... beszorultam. Keresünk egy másik lejáratot. Úgy legrosszabb esetben leakasztjuk a tárolót. De itt már csak beférek, nem? Hát... Nem úgy néz ki, mint ahol beférek. Polip növény medúza. Hát mi van benne növény, úgy néz ki a lába, mint egy polip, de hogy amúgy medúza. Érted?
Lehet, hogy ezt a járművet, ezt nem feltétlen erre tervezték, hogy én itt ezzel bejöjjek. De szépen haladunk lefelé. Mit akarsz? Bejöttem és egybe van. Still, it holds valuable information. I hope you will find more. The network is indicating more of my people's technology, but the images I am receiving are fragmented, repeating. I am struggling to locate them precisely. Fragmented images? Why would that happen? I can only theorize that the locations are deep and shielded by a refractive material. Perhaps amongst large crystal formations. Mennyi üzenet egyszerre? Mindjárt válaszolok, pillanat. The network I hoped to rejoin may no longer exist. I cannot think. There could be a million reasons for that. Like, what if the network had a system update? They're on version 2001.4 and you're still on version 14.2. That would make me incompatible. How would I even begin to plan my upgrades? Okay, that's not what I meant. Bad example. You still know how to get home? Yes. So don't give up. Go there, see for yourself what happened. You are expressing optimism, but it is not supported by probability. Hope isn't based on statistics. It's born from a drive for something better. There's a poem Sam loved. Hope is human. Hope is... Oh, right. Hope is the thing with feathers. This does not match any fauna designation I can find in your PDA. It's a line from a 19th century Earth author. Emily something. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. I promise we'll get answers one way or another, Ellen. Adding hope to your database. Remény hozzáadva az adatbázishoz. Az igen, az igen. Szóval, Lamo AFK, nagyon szépen köszönöm a követést, üdvözöllek itt, hello, hello, mi újság veled. Illetve... Kristóf kérdezte, lábaddal Mizu, valami rémlik, hogy eltört, vagy mi az ez? Igen, ilyen szalag szakadásos problémák voltak. De... Nagyjából... Ó, ezt ki lehetne szedni, ezt a sok gyémántot. Nagyjából rendbe jött már. Úgyhogy... öröm, boldogság, még nem 100%-os, de már tudok vele mozogni, meg ilyen dolgok, úgyhogy én ezzel már így el vagyok jelenleg. Nem kellett gyógytornáznom se, vagy legalábbis nem voltam gyógytornán, az lehet, hogy kellett volna, de az más kérdés. Úgyhogy nagyjából ennyi. És mi volt itt a kérdés? Birdy, mivel te nagyon képbe vagy a játék, abban olyan, ami ezt a pajzsot, amit az a pajzs nem véd ki, ami a Scanian van? Hát itt pajzs konkrétan nincsen. Hanem csak egy ilyen elektromos impulzus tudok vele kilőni, ami elijeszti egy rövid időre a közelemben lévő halakat, meg dolgokat. Úgyhogy lényegében az pajzsnak nem nevezhető, hanem igen, ilyen EMP jellegű történés. Hát majd meglátjuk. Hát majd... Lehet, hogy van olyan hal, amit nem ijeszt el olyan könnyen. Igen. El tudom képzelni meg azt is, hogy van olyan hal, amit épp hogy szereti, mert föltölti őt energiával, hogy... Vagy ilyen dolgok. Van még rengeteg alapanyag, de... Igazából most van mindenünk otthon, úgyhogy lehet, hogy... Ez most megint nem zöld. Vagy zöld? Na mindegy. Tudja a fene. Úgy. Lepakoltunk. Itt most leszkeneltem, amit kellett. Igazából csak ezt kellett leszkenelgetni. Itt nincs semmi érdekes. Akkor meg is vagyunk ezzel a ponttal. Azt hittem, hogy ez picit bonyolultabb lesz itt felfedezni, mint a... Az első kettő volt a legnehezebb, a többihez csak így egyenesen le kellett jönni. Hihetetlen, hihetetlen.
Viszont nekem reggel melóka van. Szóval mély sajnálásomra nekem feküdjek aludni időben. Holnap nézek majd vodat, hogy képbe legyek. Jól van, jól van, jó éjszakát. Aztán holnap este folyt köv. Beszorultam kicsit, nem baj. Megoldjuk, akkor nem itt megyünk föl, hanem lehet, hogy itt megyünk föl. Igen, itt egy picit nagyobbnak tűnik. Éjfélkor pihenjél, felkiáltójel? Oké, és megpróbálkozom majd vele. Megint be vagyok szorulva. Jó, akkor ez se nyert. Akkor... Jó éjszakát, szia-szia! Akkor nézzük meg ezt az utat itt. Igen, ez egy picit tágabbnak néz ki. Egy kicsit így megvezeti a hajónkat, de simán ki tudunk benne jönni. Aztán itt a kérdéses pont, igen, itt nem tudunk kijönni. Na majd itt se tudunk kijönni. És teljesen be is szorultunk, nem? Itt esetleg. Itt se férünk ki. Jaj, miért jöttem én be ide? Találtam egy fokkal tágabb likat. Nagyon jó. Kint vagyunk. Mentve a haza meg minden. Megállunk egyet javítani, mert így a Giscariánknak a HP-jának a felét sikerült levernem majdnem. Pontosan 69% élete maradt. Na micsoda szám. No. Akkor ez a jelző, ez meg is volt, ahol most vagyunk, ez az N6M. Mehetünk is tovább. A Z13 lesz a következő, amit meg kellene néznünk, hogy ott mi is van pontosan. És hogyha jól látom, az annyira nincs is mélyen szerintem, az ilyen... Lehet, hogy akár csak 300 méter mélyen van, vagy még talán annyi sem. Nem tudom, hogy az milyen helyre esik, az észak-nyugatra tőlünk. Észak-nyugatra tőlünk... egy mennyire 1500 méterre. Mondjuk az jó lenne tudni, hogy hol vagyunk mi most. Igen, az... Szia, Han úr! Köszönöm szépen a 100-est! Hello, hello, mi újság? Befostam. Jelentem. Jaj, ez a kopogtatás. Nagyon sötét lett. Nem tudom éppen melyik területen haladunk át, de hát valami vulkáni. De simán lehet, hogy csak éjszaka lett kint közben. Pedig én mondom, direkt nem lőlek le, hogy ne ijedj meg. Hát nem csak a lövéstől lehet. Na, bocsánat. Nem csak a lövéstől lehet megijedni, ám. Bármitől megtudok. Ott azok, ja, az csak textúra hiba volt. Mi újság, Han úr? Hogy vagy mostanság? Igen, itt ebben a Below Zero-ban itt nem feltétlenül tölti be olyan messziről a textúrákat, azt veszem észre. Hogy itt, hoppá, ezt elcsaptuk. Itt sokkal-sokkal közelebb kell menni ahhoz, hogy betöltsön egy-egy dolgot. Nemrég esti haza... Micsoda? Hello, motherfucker.
Szia, Peti! Jéghegy belsejében üres kamra érzékelhető. Hát ezt nézzük már meg, ha már útba esik. De ennek a jéghegynek, vagy egy másiknak? Meg mit jelent az üres kamra? Mert úgy feltétlen bejáratot nem látok rajta. Ha csak, de! De. Jó. Kiszálló. Megnézzük, mi ez az üres kamra dolog. Hát te mi vagy? Lénytojás. Megkaptunk egy kis pizsit. És itt mi van? Van itt kőnyűvő. Úgy csak majd találja. Mondjuk jó, mert a bejáratnál álltam meg a kis ladikommal. Használd a lézervágót, hogy hozzáférj. Kivágjuk a jéghegyet. Viszont konkrétan nem fogy az oxigénünk, úgyhogy egy kicsit szerintem át vagyunk bugolva a falon. Vagy nem tudom, mi történik pontosan. És hogy itt mi a helyzet? Hát leszerettem volna cserélni a... Ó, ilyen kocka. Az autómat, vagyis hát, hogy még mindig szeretném lecserélni, csak nem tudok kiúszni a lendületből. Csak nem feltétlen akar összejönni a dolog. Arany, gyémánt, magnetit. Hát ha már ingyen van, visszük, nem? Szóval nem akar összejönni a dolog. Mert amit kinéztem kocsikát helyette, azt így úgy lett volna, hogy ráfizetek egy picit, és akkor ki tudjuk cserélni a két autót. Ugye stream elején részleteztem pontosabban, hogy mi akadályozta meg ezt a dolgot. Aztán igen, enyhén át akartak cseszni. Úgy éreztem a dolgot. Úgyhogy inkább mondtam, hogy köszi, hagyjuk ezt a bizniszt inkább. El vagyok én az autó nélkül, amit adná, majd el leszek a sajátommal még egy darabig. Aztán most nézegetem tovább ezerre, hogy milyen tütüt vegyek. Már amikor van rá időm, mert hát... Ugye gondolom nem kell részleteznem. Ez a lénytojás, ez nagy, ezt itt hagyjuk. Nem kell az a lénytojás egyenlőre. Szóval nem kell részletezzem szerintem, hogy... időből sosincs elég. Meg is telt a tároló, és lassan a mi inventorink is megtelik. Úgyhogy majd priorizálni kell a dolgokat kicsit, hogy... Mondjuk itt még van kettő hely, oda a magnetitet lerakom, abból kevés van. Innen meg kivesszük a... mi a fenét, és lerakjuk az ezüstöt. Valahogy így, és ha kell, akkor titánt el tudunk dobni, mert mint tudjuk, az felesleges, ugye? És haladunk tovább abba az irányba. És most már megtanultuk, hogy az olyan jéghegy, aminek ilyen kékes színű árnyalatokban pompázó vonalai vannak helyenként. Hú, de összeraktam ezt a mondatot. Azoknál a jéghegyeknek bele, vagyis azoknak a jéghegyeknek bele lehet menni a közepébe, és ott lehet mondjuk ion kockát találni, ami elég hasznos azért. Kifejezetten hasznos. Szia, Jani Fater! Mi újság veled? Ez mi? Ez nekem nem tűnik barátságosnak így első ránézésre, de... szemes medúza. Hm.
Nem ezt akartam. Menjél befelé? Képes követni a közelében lévő mozgásokat. Szenes medúza mély a vizekben honos. Ó. Jó, hát akkor mondjuk ez nem... Nem feltétlenül a barátságos lénynek számít szerintem. És ha jól látom, ebből van ilyen nagyobb fajta, meg kisebb fajta, meg... borzalmasan sok van belőle. Ott van ilyen gigantikusan nagy. Wow, ott van még nagyobb. Wow, itt meg le lehet menni. Jó, megnézzük, hogy így oda tudunk-e menni ahhoz a ponthoz, de... Hát van egy sejtésem, hogy itt majd le kell mennünk. És ahhoz meg ilyen körülbelül keleti irányba kell majd visszajönnünk. És miért cserélnél autót? Ez egy nagyon jó kérdés, azért mert tököm tele lett vele. Így röviden, tömören ez a válasz rá, hogy nagyon tele lett vele a tököm, hogy két hetente bedöglik. És hát akkor mondtam, hogy akkor biza ebből csere lesz. Mert az, hogy tényleg nem merek elindulni vele sehova, legalábbis gyerkőccel, mert azon kell aggódni, hogy most éppen mi fog elromlani rajta. Vagyis hát, hogy általában egy dolog romlik el rajta, az állítólag örök élet meg egy nap motorja. Lila hókú. Erszényes gumó. Micsoda dolgok vannak itt? Sick fluid intake. Ebből tudok vágni? Nem igazán úgy néz ki. Ó, kvarc. Wow. Jó, ez föltölti a... Itt egy egész nagy bázis darab cucc van. Azt a mindenit. Szóval ja, abból lett elegem, hogy állandóan ez a parázás megy, hogy na most eljutok vele mondjuk nyaralásra, és akkor inkább nyaralásra nem is ezzel mentünk el, hanem akkor már a édesanyám autóját inkább kölcsön kértem, mert az akkor megbízható, és akkor azzal menjünk el. Nem akarsz kitörni? Figyeld meg, arrébb megyek, akkor fog. Na ne. Törjél már ki, meg fogok fagyni. Nem akarja a dolgot. Haló, megfagyok. Megfagyok, törjél ki. Nem akarja a dolgot. Na, végre. Hú. Nézd a jó oldalát, hogyha nem használod, nem költesz benzinre. Hát benzinre amúgy se költök, mert gázolajos. Az már egy másik kérdés, hogy igen, hogyha nem működik, akkor nem kell tankolni, csak én azért úgy jobban örülnék neki, hogyha ha működne. Ó, találtunk egy újabb zenét. Na ez egy elég nagy terület, amit most itt megtaláltunk amúgy. Úgy sejtem, itt el lehet menni rengeteg irányba. Azt sem tudom, hogy merre kellene menni. Atya jég. Jó, ha már ide jöttünk, akkor gyorsan átmelegszünk.
Úgy, és elnézünk itt balra fölfele, láttam egy barlangszerű cuccost. Vagy ez ennyi? Ez itt lehet, hogy ennyi volt. All Terra facility beacon detected nearby. Unique identifier. Phi Robotics Center. Phi robotikai központ. Ami azt jelenti, hogy a Phi robotikai központ az ez lesz szerintem, mert innen délre van a bázisunk, ugye? Hol a bázisunk? Nem. Keletre van a bázisunk. Kelet, észak, keletre. Akkor itt vagyunk most. Wow. Van még egy chili. Akkor megesszük a romlott chilit. Veszünk a helyére frisset. Vital signs stabilizing. Úgyis akkor azzal fel tudtuk magunkat táplálni kicsit. Ó, itt vannak ilyen jelölők. Meg lehet, hogy azt a... Márvány rózsa. Mik vannak itt? Szóval, ja, egy kicsit ebből a... A kocsis dologból így egy picikét elegem lett. De... Nem, majd... Megijedtem, de csak full damage volt. Ez mi a fene? Jó, lehet, hogy mondjuk lépegetővel lehet belőle valami mintát kinyerni. Bár nem írta, hogy egyéb eszköz kell a dologhoz. Wow! Az de jól néz ki. Meg itt van valami ilyen hóvirág. Fagyott ívfa. Aztán majd egyszer csak szépen megtálom azt az autót, ami tökéletes lesz ahhoz, hogy jól el legyek vele. Adjál hőt? Nem ad hőt. Ez semmi. Itt a jeladó. Titán. Hát itt sok minden jezett volna a lépcső fölfelé, hogy kultúráltan akarok bejönni, nem úgy, mint egy állat. De hát na, jó, mindjárt oda betudunk. Aha. Eszköztár megtelt, nem baj. Phi Robotics. This is where Sam worked. Itt dolgozott Sam. Mi a fene? Micsoda előrelépés. Sarki róka javító állomás töredéke. És azt meg is kaptuk. New blueprint synthesized. Á, hogy a sarki rókát azt nem a... Nem a hordozható járműkészítőben kell majd elkészíteni, hanem valószínűleg tartom, hogy ebben. Na, mik vannak még itt? Nézzünk körbe először itt középen. Itt is van egy ilyen eszköz, és itt visszajutnék, de nem jutok vissza. Viszont itt tudnék szedni a magnetitet, csak hát tele vagyok mindennel is. Ezt a sok vizet, ezt eldobálom, mert rengeteg pisit összegyűjtöttünk, meg rejtéket, meg stb. Szia Jackass Boy, hello, mi újság? Itt tudtam valamit szkenelni? Nem. Sam no. Loved working here with her spy pinglings. Do all humans like work? The lucky ones do. Are you lucky? I used to think I was.
Unatkozol? Hát akkor a legjobb helyen jársz, gyere, fedezd fel velünk a Subnautica rejtelmeit. Mi? Combined with a frozen water source, water purification tablets can create drinkable water as you explore the snowy surface. Wow, hát ez mondjuk később hasznos lehet. Ez megvan, hogy ebből kaptunk izét. Titánokat eldobom, mert abban jelenleg van bőven. Sokat változtam azóta, mióta legutóbb itt voltál. Hát mikor voltál itt legutóbb, mert... Amúgy benne van a pakliba simán. Első segélykészlet, bár elég ritkán használjuk, de azért jó. Hűtőruha. Alaposan nézek körül? Hát gondolom. New blueprint synthesized. Ezt miért nem játszotta le? Ja, mert semmi olyan nincs benne. Van itt egy kis zene. Jó, itt ebben a szobában több dolgot nem látok. Erre gurul a titán. Ó, Sam szobája! Mi a gond vele? Hát kicsit le van zúzva. Te is sokat változtál? Az jó is lehet. It's been what, a week? Did she promise you a report? No, but I expected some kind of reaction. Maybe I should take it up with Emmanuel. It is Kara after all, and it could cause a lot of suffering if it got out. Why would it get out? We have professional containment and know how to neutralize it in an emergency. Sam, I love you, but you don't know what you're talking about. You love me? Wait, why do you know so much about this? It's my area of research. Why are you being evasive? Oh, I'm gonna tell you something, and then you have to drop this crusade you're on before you damage your career. We're researching the bacteria. What kind of research are you doing? I don't want you worrying about this. We are aware of the possible downsides, but they're far outweighed by the potential. That's as much as I can tell you. Sam. Oh no. I need to think. I have to go. Oh no, szerintem itt jöttek rá, hogy ők ebből a baktériumból esetleg szeretnének mondjuk fegyvert készíteni, mert hogy volt valamelyik bejegyzés, már nem tudom, mert csillió bejegyzés van itt most már. De az egyikben olvastam arról, hogy igazából erre a bolygóra, az Alterra, az fegyvert készíteni jön. És ó, itt van a reményvers. Felkutatni és életben tartani a reményt. Micsoda szép dolog. Igen. Eszközök, fűtőruha. Minusz 407 Celsius-ig tesztelve, önszabályozó belső kompresszor. Tökéletes. Van most nekünk valami spéci ruhánk esetleg? A vízszűrő ruhát kellene akkor lecserélnünk rá. Aha. Jó, van még itt még egy PDA. Hey Sam! Oh, hey there, pengling buddy! Hi Fred! What brings you this way? Oda nem tudom kimenni. Lillian wanted a hand with a deep dive out in the bridges. You know, I think she's right. There is some weird stuff out there. The clicking sound? An SOS. I heard it with my own ears. So you think she's right? There's intelligent life down there? I don't know. I'll leave that to you scientist types. This scientist is more at home with these penguins. But if my sister was here, she'd be all over this. Wait, are you telling me you're not the brains in the family? Oh, my family has many different brains. Like a Hydra? Well... Oh, yeah, Úristen, vannak itt beszélgetések. Makes it hard to get along sometimes, but it's never dull.
Emlékszel, amikor beszéltünk az ilyen régi moskosult drága dolgok, még annó 92-ben? Hú, Jackass Boy, most hirtelen nem tudom, mire gondolsz. Igazat megmolva, fogalmam sincs, hogy mire gondolsz. Rostháló. Az nem drága tud, nem kell nekünk. Egy lépegetőkar. Ez egy energiacella töltő, de az már megvan. Jó, itt annyira ismeretű lombig, de ezt nem használjuk. Van itt még egy PDA. Where else would I be? Like I'd miss Fred being exposed as the alien intruder. That's not gonna happen. But you didn't say you were not the intruder. No, not this argument again. I beg you. I think the game will settle this debate. So, ja, megvan, igen. Before Zeta gets back and we start playing. It's about the cavern with the frozen Leviathan. I investigated and you investigated? When? I didn't see you. Maybe you were asleep or busy doodling inappropriate sea creatures. Those drawings are art. Anyway, I've looked into it, and I think we have reason to be concerned. It wasn't that long ago this planet was uninhabitable. But if we work together, we can get them to put an end to the Kara mutation experiments. I'm not comfortable with this. Samantha, you're paranoid. Come on now, you're Sam out. She has her safety at heart. And the rest of us don't? Zeta! Can we play the game now? Fine. Termos. A termos nem tudom, hogy kell használni, de rengeteg PDA van. Spy pangling and training. We're recording audio, is that okay? Of course. I have the photos you sent. What am I looking at here? Kara pustules on the frozen Leviathan. That's nothing to worry about in and of itself. It's well contained. The ice samples suggest it's been frozen since the time of the outbreak. The strain made the planet uninhabitable. Gyerek is lehet menni. Are you feeling unsafe? Very. If I mindjárt elmondja, aztán tudunk beszélgetni utána. You feel comfortable enough to concentrate again? I have deadlines for the snow fox and the mining bots coming up. I really need your focus on the penguins. Oh. Yeah. That's a relief, actually. I was expecting more of a fight. Nothing is more important than our safety. I'll take care of it, okay? Thanks. I won't let you down. Thanks, Sam. Keep up the good work. Thanks, Sam. Jó, úgy láttam, hogy ezt az épületet nagyjából átnéztük, és akkor ebbe az irányba tudunk tovább haladni. Szóval, hogy amikor mondtad, hogy volt ilyen postás használt órád, igen, így már megvan a sztori, amikor beszélgettünk róla, még küldtél is be képet arról a Discordra valami régi játék konzolról, vagy játékról. Na, majd írd le, hogy most mennyit ér, mert szerintem azóta ha ott bent még vannak dolgok, de ide kellene egy vonóágyú, amit nem csináltam, mert miért csináltam volna, értitek? Ez mi, ez egy valami VR headset? Vagy csak egy leesett lámpa? Építész teleport, na ezt ismerjük az előző Subnautikából, csak ez pont az oldala. Itt valamit szkenelni, mintha kirakta volna a jelölést. Szóval ez pont az oldala a teleportnak, ahonnan nem lehet beindítani. Úgyhogy a túloldalról kellene beröffenteni, mert itt nem jön ki, hogy rakjak be kockát. Sajnos. De akkor majd valahonnan ide tudunk teleportálni. Ide utazni messziről. De a kocsi! Nem akar megölni semmi? Nem akar megölni semmi. Jó. Igen, ott be tudnék menni, de ott csak... Szerintem ott csak extra loot van, amit meg tudnék szerezni esetleg. Jó, hát már megszoktam, hogy tudod,
kimondom a neved, és akkor rögtön rámugrik valami hal. Remélem megesz egy leviatán, ma már próbált. Nincs nulla azon a billentyűzeten? Tessék, másolt ki ezt. Itt ezt már körbejártam, ugye? Úgy sejtem. Igen, 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 ezt itt körbejártam. 40 ezer és 50 ezer között van. Nem emlékszem, hogy régen mennyi volt. De az azért elég jó. Na jó, úgy láttam, hogy ezt a bázist itt régen is annyi. Akkor sokat nem változott. Tehát ezt a bázist, mintha körbejártuk volna, és itt van még egy barlangunk, ami más irányban van, mert ott jöttünk be valahol, erre a kis völgybe. És akkor itt el tudunk menni még egy irányba. Vagy nem. Vagy pedig visszafele tudunk innen menni. Hát lehet, hogy ez már visszafele útnak minősül. Aha. Dokkolóállomás. Hírobotikai részleg. Erekje. Menjünk el az erekje felé. Nézzük meg. Egy 5 év és milliómos leszek? Hát úgy legyen. Úgy legyen. Igen, csak az a baj, oda megint nem fogok tudni bejutni. Nagy valószínűséggel. Mert oda víz alól kell majd szerintem. Úgy, meleg így jéfő. Nagyon jó. Valószínűleg tartom, hogy oda víz alól kell majd bejutni. Viszont itt voltunk, és ugye itt van egy leszakadt híd, aminek a túloldalán is van valami. Úgyhogy oda is elnézhetnénk. Van itt bármi értékes? Víz. Víz. Jó. There is something of significance beyond this bridge. It was important to Otera, but more important to me. Will it help us move your body? I believe so, yes. Hidraulikus folyadék. Szóval... Ezt a hidat, ezt mi össze tudjuk építeni, hogy átmenjünk a túloldalára. Na most a kérdés az, hogy esetleg bele tudok-e róla ugrani a vízbe, mert ott a Scaniánk. Hát is szerintem innen igen. Igen, vissza kéne menni a Scaniához. Szerintem megkaptam a receptet, de mindjárt megnézzük. Mindjárt megnézzük, csak beszállok, mert féltem, hogy lassan most már megfagyok ott kint. Ha nem, akkor vissza. Vissza is megyünk. Megkaptuk, igen. Zselénövény, meg úszószőlő maghűrt. Hát, igazából mondhatni csodálatos. Az semmiség. Az pikpak összeszedjük otthon, vissza tudjuk hozni, és be is tudjuk izzítani. És igen, és azzal a híddal fogunk szerintem tudni átmenni az építész erekéhez talán. Nem. Nem és nem. Ahhoz át tudunk menni itt egy barlangon keresztül. Ingyen van, konkrétan ingyen van. Így is van. Úgy milyen köd volt. Hát azért annak csak csinálunk valami helyet. Mondjuk igyál meg egy vizet, meg még egy vizet igyál meg, azt meg rakjad el felé. Itt lámpa nélkül. Wow, az elég szép. Jó, ez lámpa nélkül is szép. Sőt, talán még szebb. Energia generátor. Még egy helyet kell varázsolnunk.
eldobunk egy kvarcot. Ilyen kockát nem hagyunk hátra, mert az... az eléggé ritkaság, meg mentünk egyet benne, hogy itt beakadjak valahova. Mi ez? Ezüst? Még több ezüst. És ez ennyi? Itt a Ellen nem akar nekünk valami, valamit mesélni erről, hogy régen, amikor kisgyerekkorában a játszótéren a többi testtelen tudattal kint amőbáztak. Időszámításunk előtt 1876-ban, amikor hóba szotyiztak, és hát egy 1876 millió évvel ezelőtt. Ja, hogy tudok-e vele valami trükköt, vagy csak szívom? Hát, én mit tudom én... Karikát tudok, meg ilyeneket. Bekertlen ninós autó. Üdvít, hello. Hát nagyon szépen köszönöm a kopogtatást. Te még mindig be lehet tojni bármikor. Az a baj, nem tudok bent se lepakolni, mert bőven tele vagyok. Ghost? Mit jelent a ghost? Azt mondta, hogy... Igen, és akkor oda, hát nagy valószínűséggel csak úgy lehet följutni, hogyha legyártom a hozzá megfelelő alapanyagokból azt a hidraulika folyadékot. Amiből kért ott egy darabot. Ott van egy kicsit más sziget. Jó, még azt villám gyorsan megnézzük ezt a szigetet. Kifújod és visszaszívod? Hát, ez még talán menne, de nem nagyon próbálgattam. Igazából ami nekem ebbe tetszik, hogy... Jó nagy gőze van. Na hát ez a terület, kérem szépen, ez nem más semmiben, mint a másik, csak nem töltötte be a textúrát normálisan, viszont ott az a... Ez a cucc, ez nagyon... Nagyon jön valahonnan, és nagyon megy valahova. Haza kellene menni, lecraftolni, és visszajönni, igen, és ráadásul mindezt... Lehet, hogy holnap kellene megtenni. Holnap berakunk ide egy eladót, hogy ide kellene. Kövi streamen, dám. Hát még hazamegyünk, meg lecraftolhatjuk, mert még annyira nincs idő. A visszajövést azt már ma nem garantálom, valószínűleg ezt holnap fogjuk megtenni. Viszont raktam oda egy eladót, mert ott megy egy ilyen nagy... valami le egy föld alatti barlangba, illetve fölfele a szigetre, úgyhogy annak is utána kéne járni. Ja, és igen, rendet raktam, aki még nem tudná. Képzeljétek el, rend van otthon, rendesen. Így most hazamegyünk, és lepakolunk abba a rendbe. Ha átférek itt. Átfértem, jó. Egy pillanat, és jövök? Oké, és... El tudom ütni? El. Szóval igen, ezt kell majd megnézni, mert ez ott lent eléggé bemegy egy barlangba, illetve itt kint, meg kimegy egy szigetre, és... vagy hát egy ilyen jégszigethegy akármire. És ezt azért csak végig követném, hogy hol megy. Mondjuk itt jön pont a bázis fel. Lehet, hogy a bázisunkhoz megy. Nem, mert itt meg... Aha, itt csak fönt van. És itt ezen a végén megy le. Ott elmegy, ez pont hazafele megy amúgy. Wow. Hol lehet a vége? Ez valamilyen energiakábel... cuccos lehet. Aha, itt a vége.
akkor a, valószínűleg tartom, hogy a másik végét kellene majd követnünk. És megnézni, hogy hova vezet. Így van, streames bizonyíték van rá, meg mindjárt saját szemeddel megláthatod a képernyődön, hogy milyen gyönyörűségesen szép rend van. Még. És a további káoszt elkerülendően van külön láda a hirtelen leszórandó cuccoknak, amikor csak úgy le kéne pakolni, arra van külön hely, lehetetlen nem látok. Jó van, már kifogás mindig van. Nincs szemed, meg ilyened, meg nem tudok sétálni, mert nincs lábam. Jó, hagyjuk már kifogásokat. Szóval a későbbi káoszt elkerülendően is gondoltam a dolgokra. Képzeld el. Itt vagyok, ókés. Na, úgy itt leparkolunk, és behordjuk a cuccost. Nem jó helyen parkoltam le. Kérlek szépen, menj lejjebb 3 métert, úgy, balra kicsit, és előre. Úgy, itt lesz a jó. Itt figyeld meg, tökéletes. Ez csal. Ez komolyan nem csal. 2 métert föl, úgy. És jobbra ennyit. Jó, fogjuk rá. Szóval, aki még nem látta volna a rendet, nincsenek itt tárolók. Kivéve ezt a kettőt, ami az egyik, az ellátmányos láda, ahova szépen be lehet pakolni azokat a dolgokat, amire jelenleg nincsen szükségem, étel, ital, esetleg első segélycsomag, stb., hogy legyen itthon, és akkor ide csak benyúlok, és ki tudom venni, hogyha nagyon kellene. A termoszt nem tudom, hogy kell megtölteni, majd rájövünk. Illetve itt szemben van egy előkészítő, hogyha sok cuccot szeretnénk vinni, akkor ide bepakolom, és akkor itt kihordjuk szépen. Nincs rajta visszapillantó? Hát na látod, azt nem raktak rá. És akkor a raktár zóna még egyszer elmutogatva. Raktam ide még egy fabrikátort, hogy egyszerre két helyen tudjunk kraftolni, ha sokat kellene. Itt van két ilyen ledobálós láda, amik üresek, ami arra van, hogyha hazaérkezem, és nem szeretnék itt azzal foglalatoskodni, hogy akkor ezt akkor hova is kell rakni, akkor ezt ide rakom, akkor a aranyat meg a izét azt ide rakom, hanem csak szépen gyorsan szeretnék túl lenni rajta és lepakolni, akkor abba a ládába kiszórom a cuccokat, és akkor nincsen vele utána probléma, mert csak onnan át kell rakni a helyére. Minden szépen feliratozva van, nagyjából elrendezve, úgy ahogy illik neki. A víztisztító tablettát nem tudom mi, de berakjuk ide a dekor per eszközládába, meg ezt a termoszt is, aztán majd rájövünk, hogy ezt hogy kell használni. A növényes láda az eléggé tele van amúgy. Lehet, hogy csinálok egy... villám gyorsan egy külön növényes ládát a... mi a fenéknek? Ide lerakunk egy ládát a haszon növényeinknek. Amúgy te, hogyha csak elcézel? Nem csak régen, most is, amúgy. Most is, csak hát a stream közben természetesen nem, de nem tagadom le, és ti ne tegyétek, mert az rossz dolog. Lepakoltam, nagyjából egy kvarc maradt nálam. Ami itt van, meg titán, ami meg itt van. Kávégéppen működhet a termosz? Az benne van a pakliba. Mekkora menő lenne kávét vinni magunkkal az útra. Rohadt erős paprika. Csodás dolgokat hoztam haza. Sok-sok rohadt erős paprikát. Mármint, hogy nem rohadt erős, hanem rohadt erős paprika.
Hát ebből szerintem így... ezek itt majd lesüllyednek, vagy... Valószínűleg a világ végezetéig itt fognak lebegni. Nem baj, majd elhasználjuk szépen a bioreaktorunkba. Igen, a mi generációnk az olyan, hogy amikor mi felnőttünk, akkor ez állítólag vagány volt. Természetesen nem az. Mi van nálam? Van nálam magnetit. Meg van nálam ezüst. Meg ionkocka. Ugye a kövi kör. Üres, üres. Üres. És akkor már csak ezt kell kiüríteni. Igen, és itt az egyik láda, az kompletten be van rendezve olyan cuccokra, hogy ilyen a vészhelyzet esetén túlélek bárhol vele. Néha jól esik. Hát, igen. Sajnos ez ilyen. Mi van? Arany, ezüst, gyémánt. Gyémánt. Rubint. Nem. Magnetit. Arany, ezüst. Lítium az... az itt van. A kristály... Itt van, oda megy az Uránusz, és akkor van még nekünk energiába két ionkocka. Elég sok ionkockát sikerült amúgy szerezni. Ennek örülök. Úgy. Miért szoktál szívni? Hát azt, az nem stream téma, azt hagyjuk. Nem akarok semmilyen reklámot csinálni, meg semmilyet. Ha ízbe kérdezed, akkor meg Pinkman, meg Heisenberg. Tomi, jövő héten lesz egy nagy költözés, ha minden igaz, be vagyok tojva. És hova? Mármint, hogy új lakásba, vagy munkahelyi költözés, vagy mire kell, hogy kell ezt érteni? Zselénövény és úszómagfürt. Csinálunk kettőt rögtön. Vagy négyet. Tudom én, párat. Saját házba? Hát, mehet a hatalmas klep a cseten. Egyik nagy álmom, hogy egyszer saját ház. Szia, majom, Henu. Az nagyon jó dolog a saját ház. Jó, csinálunk belőle egy négyet. Négy az csak elég lesz. Jó éjszakát, Ordas! Köszi, hogy itt voltál, hello. Merre megyek? Haza kéne menni. Mert majd a házavató buli? Hát ez kötelező. Nem nagy, hát ugye annál kevesebbet kell takarítani először is. Másodszor. Sokkal egyszerűbb berendezni egy... Nem jó hely, de van benne zseli növényem. Sokkal egyszerűbb berendezni egy kisebb házat. Mennyit lehet azon spórolni? 4, 1, 2, 3, 4. Meg hozunk intről is még 8 darabot. Úgyhogy csomó-csomó előnye van egy kis háznak. Szinte nincs is hátránya. Azon kívül, hogy kicsi, és kevés benne a hely. De hát ez benne van a nevében, hogy kicsi. 60 négyzetméter, hát ez már óriási. Nekem az előző albérletem az... mi a fene volt? Az kérlek szépen 34 négyzetméter volt. Nem túl nagy. Kevesebb a rezsé? Például. Misi, nagyon szépen köszönöm a követést. Üdvözöllek itt. Hello, mi újság veled?
28 négyzetméterben élek most. Akkor átérzed, de a 30, 34 vagy mennyi, ami volt nekem, ahhoz hozzá kell tenni, hogy az tetőtéri volt. Úgyhogy ott, tudod, amikor így mosogatsz, mert jön a fal, meg így főzöl, hogy itt a fal is alatt össze tud vágni a dolgokat. Az más, az egy kicsit más élmény. Hogy abból is lett ott elegem egy részben, meg nem tudtam már azt fönntartani egyedül tovább. Le kellett volna googolni, de hát akkor meg nem látom, amit csinálok. Mondjuk volt, amikor úgy csináltam, hogy odahúztam egy széket, aztán ülve mosogattam, mert már regen volt abban, hogy állandóan bevelem a fejem a dolgokba. Jelenleg nincs fürdő, szóval a nagyházba kell nénikémhez felmenni fürdeni. Ó! Hát de figyeld, akkor van, csak nem beépített, hanem kiépített. Egy kiépített fürdőszobád van. Azért az igazi titkaság már. Egyedi. Teljesen egyedi. Na, mik vannak még az adatbankban, amit esetleg nem néztünk meg? Energiagenerátor. Ha? Millió Feri, nagyon szépen köszönöm a 34 millió fős raidet, hát üdvözlök itt minden kedves nézőt. Sziasztok, mi ott csináltatok, mi újság veletek? Meg ilyesmi, amúgy pont most gondolkodtam rajta, hogy le kéne lőni a streamet, de akkor még egy picit beszélgetünk a dolgokról. Most már megint nem hagyod abba? Hát úgy néz ki. Úgy néz ki, igen. Sziasztok! Ment a Battlefield! Igen. Hát mi más ment volna? Mi meg ezerrel szubnautikázunk, pont most gondoltam, hogy átnézegetem itt a jegyzeteket, amiket kaptunk, de igazából ma sok olyan fontos jegyzetet nem kaptunk, azon kívül, hogy meg kell keresnünk fel kell kutatni, és életben kell tartani a reményt. Ami egy nagyon megható dolog. Vagy fontos, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Na mindegy. Szóval üdvözlök mindenkit, sziasztok. Én Tamás vagyok, éppen subnautikázunk. Ez volna itt a mi kis szerény bázisunk. Van egy ilyen kis lépegetőnk, meg egy kis Scania-nak neveztük el a kis tengeri kamionunkat, ami még elég rövid. Tényleg tudnánk utána gyártani dolgokat. Lehet, hogy kellene gyártanunk, ha már itt a bázis környékén mozgunk. Lehet, hogy tudnánk hozzá gyártani még modult. Nézzük is meg, hogy milyen modulok vannak ehhez. A hidat még így akkor aktiválhatjuk? Hát akár még a híd aktiválása is lehet, hogy lássanak valamit a most érkezők ebből a játékból. Ne csak az, hogy itt állok és semmit nem csinálok. Dokkoló modul, akvárium modul, az még nincs meg. Tároló modul és fabrikátor. Hát akkor a lényegeseket nem tudjuk. A lényegeseket sajnos nem tudjuk legyártani. Jó, hát akkor végül is a hidraulika folyadék nálunk van, el tudunk menni, és akkor be tudjuk röffenteni szépen a hidat. De a mai nőtt a szezon 2. De az nemrég jött ki bétából, nem? Vagy rosszul tudom? Hogy annak volt egy ilyen open beta fázisa, bár úgy repül az idő, hogy az a nemrég jött ki bétából, az lehet, hogy egy fél évvel ezelőtt volt. Úgyhogy könnyen előfordulhat. Szia Csekeszból, jó éjszakát! Most lett vége a Season 1-nek. Akkor repül az idő. Repül az idő rendesen. Még néztem is, hogy kijött bétából, majd egyszer mondom, talán kipróbálom. Csak azt hiszem, hogy az ráadásul fizetős, én meg nem vettem meg, mert most volt elég játék, amivel játszani tudtam, plusz a multi az nekem annyira nem fekszik. Én szeretek így inkább pofázni, beszélgetni. Nem, én nem próbáltam. Én videókat néztem róla, ilyen streameket, vodokat visszanézegettem egy-két embertől.
aztán azokkal el voltam. Mondom, nekem az utolsó Battlefield, amiben játszottam, az az 1942 volt, ami egy nem igazán mai játék, de én azt nagyon imádtam, és még akkor, amikor azzal játszottam, még szerintem internet se volt itthon. Szóval az ilyen, hát még is iskolás koromban volt, ami egy jó 15 éve. Bár akkor már volt internet, akkor még régebben. Nem tudom, azt tudom, hogy CD-n kellett a haveroktól elhozni. Úgyhogy, ja. Akkor csapattam bele, a botokat beraktam, és akkor mentem ott a tankokkal, a repülőkkel, meg a mindennel, és tana szétjátszottam az egészet. Azon a három pályán, ami volt benne, vagy négy. Nekem az első online multi játékom előtte nem toltam másikat, R6-ot próbáltam egy kis ideig. Értem. Jaj, beakadtam! Hoppá, egy kicsit lezúzióztuk. Na nem baj. Hóval, azért jöttünk most ide, mert... ezért ne hagyjam itt a hidraulika folyadékot. Egyet elviszek, nem tudom mennyi kell, egy egyelőre elég lesz. Szóval azért jöttünk most ide, mert van itt egy híd, méghozzá az ott, amit össze kellene kötni, és akkor valami majd lesz. Viszont voltam annyira ügyes, hogy eljöttem úgy, hogy nem hoztam magammal se csirit, se kaját, semmit nem hoztam el. Lehet, hogy itt fogok éhen, szomjan és fagyhalált halni egyszerre. Az benne lehet a pakliba. Meghúztad a felnit? Hát igen, eléggé. Oda csaptuk a szél, kicsit megpatkáztuk. Léci, ne maradj abba! Jó, egy kis hőmérsékletet, legalább azt visszaszedtük. Csodálatos, akkor ide berakjuk ezt. Megjavítottuk a hidat. És akkor rányomunk, hogy kieresztés. Hinnye! Oké, hát na most már végig tudunk rajta sétálni. Nincs loot, ami segíthet túlélni a háromszoros halált? Hát amúgy... Vészhelyzeti fákja. Juhú, van egy kis tüzem. Van egy üveg földem, van egy üveg földem. Ja, ez nem az. Of what? I recall ravenous creatures tunneling beneath the ice. Lények vannak a jégalakutakban. Hüha. Na jó, most van baj, mert nagyon-nagyon gyorsan fogy a hőmérsékletünk. És itt eléggé olyan... Ó, meleg! Eléggé olyan hangok vannak, mint amik meg akarnak. És mi van abban az üvegföldben? Föld. És tényleg? Szóval, ja, itt a barlangban meleg van általában. Meg, hát ugye most mondta nekünk Ellen barátunk, aki nem tudná, Ellen egy ilyen űrlény. Hello, it's me, Tom. Szóval Ellen egy űrlény, aki beleköltözött a kis buksinkba. Véletlenül. És azóta itt kicsit skizofrénkodunk vele. Vagy hogy mondják ezt? Ott van valami. Madár. Égirálya. De jó. De jó, hogy vagy te égirálya. Szóval azóta így ketten vagyunk egyek. Ott egy daru. Nagyon jó. Ott volt kavics, abban mi van? Hát ezekben a kavicsokban ilyen különböző érceket lehet megtalálni. Aranyat, ezüstöt...
Oké. Run. Hát körülbelül. Itt volt a barlang, ahol nem fagyok meg. Az baj. Az egyre nagyobb baj. Hipotermiás állapot, nagyon rossz. Jó, barlang, meleg. Jó. Mármint, hogy nem feltétlen meleg, csak hogy mozgunk, és akkor az vissza... Az nem tudom, mi volt az a lény, ami ott a hóból elővetődött. De nekem feltétlen nem tetszett. Jó. Szerintem ide, ezekre a kövekre gondoltál amúgy, ezt itt nézd, szétütöttem, és akkor volt benne egy kis réz. Szóval, mivel nagy, leviatán típusú, ez igen, ezt így gondoltam. És szerintem... Nagyon jó, szomjasak is vagyunk. Szerintem ez simán... így itt tud ugrálni ilyen nagy tereken. Kicsit tartok tőle. Meg ezektől a hangoktól. De a Leviatán nem vízi? A Leviatán az méretet jelöl, nem azt, hogy hol él. A Leviatán az akár lehet égen is. A Leviatán az egy osztálya a... Beakadtam egy kőbe. Igen, lényegében bármi, ami nagy, az Leviatán. Jó, hát úgy érzem, hogy erre a helyre, erre vissza kellene jönnünk a következő streamben, úgyhogy egy kicsit fölkészültebbek. Ijeszgessed a tudod kit, jó? Én bátor vagyok. Nem az. Van késem? Na, most gyere, megblaházlak. Keressen menedéket. Az nagyon jó. Jó, akkor a menedékünk az lesz, hogy bemegyünk a víz alá. Nincs rája. Itt minden meg akar ölni? Itt minden meg akar ölni. Konkrétan. Hát most az van, hogy ezt a helyet így nem fogjuk tudni körbejárni, mert kellene hozni mondjuk termoszba a kávét, vagy meleg teát, vagy valamit, ami kicsit melegít minket. Mert ez egy pöppet többet. Vagy meg kell csinálnunk a melegítő ruhát. El is felejtettem, hiszen ebben a részben kaptuk meg azt a tervrajzot, hogy fűtőruha kesztyű, meg fűtőruha, amihez mi a fene kell? Sarkvidéki cserkésző prém. Amiből kell összesen 4 darab. Ütőszálas ruha az OP lehet? Hát elég OP, csak kell hozzá olyan dolog, ami így néz ki. Ilyen nagyok a fogai. És még vad egyedet nem láttunk belőle, csak egy szelidet az egyik ismerősünknél. Megnyúzzuk Magdi kutyusát? Hát nem biztos, hogy örülne neki. Nem feltétlenül örülne neki. Ezek a medúzák, ezek meg folyamatosan zaklatnak. Megállok valahol és közel jönnek. Wow. És itt lent, itt mennyire lehet amúgy lemenni? Mert ezt is itt néztük. Aha, ennyire lehet lemenni. Jó, akkor itt kiszállunk. És beúszunk, mert itt... itt lezárt hely van. What? De én ide szeretnék bejutni. Ó.
Van egy tippem, hogy ide mivel lehetne bejutni. Van egy erős tippem, hogy ide mondjuk be lehetne jutni, hogyha a lépegetőt ide hoznánk. Aha. Jó, akkor ide kell a lépegető, mert azzal tudjuk bezúzni. Fákja nem olvaszt. A fákja nem, ez ki van találva, mert amikor legutóbb ilyet találtunk, akkor ezt lézervágóval ki tudtuk nyitni. Ezt viszont nem engedi lézervágóval, úgyhogy ezt valószínűleg fúrni kellene, mert ez kicsit vastagabb. Viszont erre is van nekünk egy eszközünk otthon, ami egy picit erősebb egy lézervágónál. Mindjárt megmutatom azt is, hogyha hazasuhanunk. Le kell craftolni a dokkoló modult a Scania-ra? De leám. Azt le kell craftolni, igen. Bája! Olyan jó, hogy ezen a tengeri kamionon a lámpa az van, de hogy tényleg folyamatosan olyan, mintha a ködbe reflektorral mennél az autóddal. Semmivel nem látsz többet. Sőt, még talán kevesebbet. Azt nem tudom, hogy nektek a streamen mennyire látszik amúgy így a játék, amikor így mondjuk ennyire sötét, mint most. Hogy azért kivehetőek a dolgok, vagy jobb lenne, hogyha világosítanék rajta. Illuminati. Jól láttok mindent, annyit, mint én? Akkor jó. Ablaktörlést kérek szépen. Seek fluid intake. Seek fluid intake. Mindjárt hazaérünk, aztán eszünk valami jót. És most trükkös leszek, mert megállok itt így szembe a bejárattal, így. Mondom, így, igen. És megfordulok. Úgy. Úgy, és akkor körülbelül nem is leszünk vizesek szinte. Jó, és fogyasztunk némi bogyót. Vital signs stabilizing. Tökéletes, fel vagyunk töltve. Mi kell egy dokkolóhoz? Az Illuminati végére jött a halasz szélvédőre? Ja. Szóval az erősebb eszköz, amire gondoltam, hogy majd kinyitja azt a jeget, az ez. Vagy ez. Reménykedem benne, hogy ez meggyőző. Meggyőző lesz a jégnek. Még nem is kell fölmennünk, mert... Ja de? Vagy nem? De? Menjünk föl. Plasztacélt uti kell hozzá. Van minden. Ezt most össze is tudjuk szórni. Modulok és... dokkoló. Azt mondja, plasztacél, fejlett kábelkészlet és 3 darab ólom. A 3 darab ólomban nem vagyok egyedül biztos, hogy annyi van. Ólom. Ez ki van számolva? Ez rendesen ki van számolva. Kell egy ilyen, kell 2 rész, kell egy arany. Igen, kell 2 táblakorral. És kell 2 lítium. Nem 3, 2. Illetve kell 1 titánrúd, úgy. És akkor kell csinálnunk részdrótot. Meg kell csinálnunk... Mi nem lehet egyszerre 2-vel craftolni? Ez milyen butaság? Úristen.
Hát akkor fölöslegesen raktam kettőt. Látom, meg volt a storage system berendezés, meg. És már össze is szedtünk minden alapanyagot, hogyha minden a helyén van, mennyivel egyszerűbb amúgy? Odállatos. Akkor majd lebontod az egyiket? Nem. Most már ott marad dísznek. Na gyere, leviszlek oda. Mögé csaplak. Oké, és kicsit ezzel följebb megyünk. Úgy, és most ennek ki tudok szállni a hátulján? Hát úgy simán nem, csak létrával. Aha. Elég fura volt az animációja, de ennyi baj legyen. Akkor ezzel így nekiugrok. És már föl is csapta. Oh yeah. Ez mennyire jól néz ki? Még kéne közé egy pár modul. És most, ha beszállok, akkor fönt ott látom végig az összesnek a életét? Mármint a... valamilyet? Aha, a lépegetőjét nem látom. És milyen szép egyszínű minden rajta? Hát gondolom, hogy a lépegetőnél csak az számít, hogy én ilyenre lefestettem. Ez vonat? Hát amúgy ez konkrétan ugye... tengeri kamion, ami... hát ami egy vonat. Hogy van rengetegféle, vagy hát hogy eddig talán ötféle dolgot találtunk. Ugye van maga a kamion, és eddig találtuk ezt az ötféle modult, amiből jelenleg csak kettőt tudok legyártani. Hármat. Még ilyen akvárium modult tudnék csinálni, de az még egyelőre nem kell. És akkor ezeket is szépen sorba rakom, és lesz egy ilyen hosszú kígyócska. Annyi, hogy ugye minél több van mögötte, annál lassabban tud menni, meg annál nehezebb vele manőverezni, meg stb. Stb. Ezt a csákjázókart is meg kéne csinálni. Kéne egy ilyen csákjázókar. Benzol, lítium, titán, fejlett kell megkészített. Mi is kell a benzolhoz? A benzolhoz... csokros inda, virágzó spóra. Csináljunk már egy csákjázókart a lépegetőre, nem? Ne árválkodjon. Azt mondja, virágzó spóra, egy és kettő csokros inda, azt hiszem ennyi, ugye? Nem, fordítva. Pont fordítva, akkor ebből kell egy, és ebből kell kettő. Úgy. És mi is kellett még ahhoz? Úgy. Kell kettő titán. Kell lítiumból három. Kell két táblakorall. Kell két ezüst, egy arany. Kettő réz. És nagyjából meg is vagyunk. Ha minden igaz, akkor most így fejből összeszedtem az alapanyagokat. Szia Misi, hello, hello. Igen, csinálunk egy chipet, csinálunk egy kábelkészletet, meg egy fejlett kábelkészletet, és akkor meg is van. Igen, lítiumból nem tudom, miért vettem ki ennyit. Miért vettem ki ennyi lítiumot? Ja, mert tuti azt hittem, hogy majd kell plastocél. De nem kell. Na, gyártsuk csak le. Buta vagyok, ezt nem itt kell gyártani, ezt fabrikátorba kell gyártani. Igen, és ott is van. Ott is van. És akkor ezt a lépegetőbe...
be tudjuk rakni oda. Ezt próbáljuk már ki, hogy működik. Na most mit csináltam rosszul? Nem marad sokáig? Hát amúgy most már én se. Ezt még itt most kipróbálgatom, hogy hogy ugrálok vele. Csodálatos. Ezt ugye az előző részben ki sem próbáltuk, mert ott nem találtam meg csak a legesleg végére. De egész jól néz ki. Az WC pumpa a bal kezén, valami hasonló, hogy így kidob egy madzag végén egy WC pumpát, és utána oda vonszolja magát. Hangos cápa kiabálást nyomtam csak be? Hangos cápa kiabálás miatt nyomtam csak be? Ja, az a cápa kiabálás, az a haverunk, a Sanya. Ő itt lakik. Valahol. Igen, ott van Sanya, ő egy krokodil. De egész jól el lehet vele játszani amúgy. Nem bánt, ő se, megneveltük. Tudja, hol a helye. Látod? Na jó, most pont durván játszik, de amúgy nem szokott bántani. Hogyha nem csesztetem. Olyan, mint a Peti, igen. Olyan, mint a Peti. Egy kicsit megkóstol, de amúgy jó. Te tudod bántani? Hát van hozzá blaházó felszerelésem. Tudok menni aztán. Igen, így szét tudom csapkodni. Na de. Honnan lett érezem, nem tudom. Ennyi volt mára szerintem a Subnautica. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Az újak, akik még itt vannak és tetszett nekik a stream, nyugodtan dobjanak egy követést. Meg felkiáltója DC, felkiáltója YouTube. Tényleg. El is felejtettem mondani. Közben kilépek innen. El is felejtettem mondani. YouTube-on 2 ember hiányzik a 100 feliratkozóhoz, úgyhogy azt, aki még nem tette volna, pótolja be, legyen oly kedves. És nagyon szépen köszönöm annak a 98 embernek, aki már eddig feliratkozott. Be is írom nektek, hogy felkiáltójel YouTube, oda kell nyomni, ott kell nyomni egy feliratkozást. Ha meg lesz a 100, akkor végre az ekkora, itt látjátok? Itt. Ekkora. Hol van? Ekkora most a link. Az a link, az csak ekkora lenne. És nem mindig a nagy a jó. Úgyhogy ebből mondjuk pont. Nagyon szépen köszönöm, Tomtom. Ebből mondjuk pont a kicsi lenne a jó. Úgyhogy ha összehozzuk a 100-at, utána tudom kérni, hogy legyen már egy rövidebb linkem, mert borzalmasan néz ki. Úgyhogy meg is tett a 100! Hát nagyon jók vagytok. Köszönöm szépen. Istenek vagytok. Ennek örömére nézzünk egy jó kis raidet, ahova mehetünk tovább. Ready, Klara, neked is nagyon szépen köszönöm. No, méghozzá Hun Gate-hez fogunk menni, aki szubnautikázik, és korábban már ő is raidelt engem. Nagyon szépen, most zárja le. Szerintem most zárja le, igen, már beszélget. Akkor nem hozzámegyünk. Akkor... Akkor megyünk Black Letty-hez. Ott is régen voltunk. Na. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon szépen köszönöm a rengeteg támogatást, cheers, szabot, followot, legfőképpen azt viszont tényleg, hogy minden egyes este, amikor stream van, itt vagytok. Álmodjatok szépeket, holnap este 10 órakor találkozunk, folytatjuk tovább a Subnautica kalandjainkat, aztán valahogy össze kell szedni magunkat, hogy ott a havas részen, a nagy havas leviatán, meg minden között elmenjünk, meg kell szerezni szörmét a meleg ruhához. Ami nagyon-nagyon fontos lenne. Úgyhogy addig pedig jó éjszakát mindenkinek, puszi a bocitokra, meg ilyenek, aztán holnap találkozunk. Sziasztok!